Megkezdődött a rendkívül forgalmas Nagyváradi utca felújítása. Brájer Éva Maroshegy önkormányzati képviselője bizonyos abban, hogy a térköves járdák jelentősen megkönnyítik az ott lakók életét. Az idei évi Maroshegy rendelkezésére álló pénzügyi forrásnak a teljes egészéből most ezt a mögöttem látható járdát fogjuk felújítani, egy nagyon, reményeim szerint nagyon szép térkövezett járdára. Én most már nem szeretnék aszfaltos járdában gondolkodni, a Nagyszebeni utcában és a Táncsics iskola előtt is nagyon szép térköves járdát készítettünk. A helyszíni szemlén kiderült, a városgondnokság munkatársai a szűk határidő tartása mellett folyamatosan dolgoznak, így az átadás időpontja sem lehet kétséges. A kivitelezés a szeptember 3-ai munkaterület átadással indult, a szerződés szerinti befejezési határidőnk október 15-e. Maga a munka 8,5 millió forintba kerül. A meglévő betolapos járda elbontása után a kiemelt szegélyes térkőburkolatos járdát fogunk építeni. A település rész képviselőjének további nagyszabású tervei vannak, mint mondta, a kertvárosi övezet biztonságos közlekedése és nyugalma a cél.